Sziasztok! Hát és nem csak a növények tapogatásáról, hanem egyáltalán az érintés fontosságáról. De egyébként mondjuk a kertészkedésben lehet ez egy szempont, amiért ennyire szeretjük csinálni? Itt is van egy ilyen taktilis érzés. Szerintem abszolút igen, tehát hogy az olyan hobbikhoz kifejezetten szoktunk vonzódni, amiben nem csak így flow szinten, meg élmény szinten tudunk belemerülni, vagy beleengedni magunkat, hanem meg tudunk tapogatni, tapasztalni különböző textúrákat, ugye akár a főzésben, vagy egy jó kis tésztagyúrás. Bizony. Ugye a gyerekeknél egy gyurmázás, az egy nagyon, nagyon kedvelt és nagyon fontos, akár fejlesztési szempontból is egy nagyon fontos tevékenység, és igen, abszolút a kertészkedés, ültetés, vagy varrás, tehát hogy bármi olyan dolog, amit így a kezünk vagy a bőrünk által ugye meg tudunk tapasztalni. És ezzel lehet túltelítődni, vagy ez elmúlik valaha? Mert mi ilyen nagyon ölelkezős család vagyunk, a fiaimmal mi nagyon sokat fogdossuk egymást a jó értelemben, de ettől függetlenül a Leo és én, az itt is már megmutatkozott többször, hogy én nagyon szeretem az ilyen, nem tudom, gyurmákat, meg ezeket a mindenféle labdákat, amiket lehet nyomogatni, tehát minden, ami ilyen jó érzés. Bizirgálni és igen, mondani. Igen, igen. Igen, tehát ez is ilyen személyiségtípus függő egyrészt, ugye, hogy mi az, amivel születünk, mi az, amit menet közben megtapasztalunk, de mondjuk én itt inkább a tapasztalásra helyezném egy kicsit a hangsúlyt, tehát hogy milyen mintákat látunk akár otthonról, amit te is mondtál, ezt olyan jó, hogy behoztad, hogy ugye egy kisgyermeknek az nagyon-nagyon fontos, hogy ezek az érintések, ezek az élmények meglegyenek, mert ugye ő ebből fogja a későbbiekben megtanulni, hogy milyen körülötte a világ, hogy mihez hogy lehet viszonyulni, ez egyfajta nagyon erős szeretett nyelv tud lenni egy anyagyerek, vagy egy családnak az életébe. Van egy elég híres kísérlet, amiben... Ez a majom kísérlet, ez igen, olyan szomorú, de igen, mondd el, igen, ennek nagyon fontos. Tehát, hogy igen, szegény majmok szempontjából nem volt egy szerencsés, de ugye ennek az volt a lényege, hogy a kis majmokat elválasztották az édesanyjuktól, és betettek a ketrezbe két ilyen anya pótlékot, és az egyik volt a drótanya, amihez táplálék volt csatolva, a másik pedig A másik pedig egy ilyen szőrös, pihepuha anyag volt, és hogy a kis majmok... De nem volt táplálék azon bizony. Igen, azon nem volt táplálék, és hogy a kis majmok rengeteg időt töltöttek ott ezen a szőranyán, ugye, ahogy a kísérlet is hívja, és hogy ez is mutatja, hogy arra... Tehát nyilván táplálékra is szükség van, mert a fejlődésünkhöz az is kell, de hogy ez egy ilyen komplexebb, sokkal összetettebb dolog, hogy ez a taktilis, ez a bőrérzékelés iránti vágyunk vagy igényünk ki legyen elégítve. Hát most olvastam valahol, hogy egy kutatás mutatta, hogy például a nők stressztűrő képessége, nem tudom hány százalékkal nő az ölelés következtében. Igen. A férfiaké nem, de a nőké nem. De az hogy lehet, hogy a férfiaké nem nő? Nekik is használ ez, vagy ez persze, egy kellemes dolog. De mi nem mutatjuk ezt annyira, ki úgy vagyunk nevelve. Talán már ez nem ennyire erősen van jelen így most a mi gyerekeink, vagy a mi gyerekeink korosztályának a világában, de igen, amit mondtál, ez tényleg egy ilyen generációs probléma volt, hogy úgy mondjam, hogy ugye a fiúktól el volt várva, hogy viselkedjünk, mint egy férfi. Igen, férfi nem sír, nem érzelek. Nagyon jó hatása is lett a régi generáció, milyen jól tudja kezelni az érzelmeit. De azért én azt gondolom, hogy biztos, hogy az uraknak is jól esik, hogyha a párjuk megöleli, vagy egy adott helyzetben van kinek a kezét megfogni, vagy van kihez oda bújni. Én alátámasztom, én nagyon bújós vagyok, úgyhogy igen, ez kell. Igen. Mi az, ami, tehát hogy miért, milyen hatása lehet ennek hosszú távon, tehát ha valaki megkapja ezt a sok taktilis feedbacket, vagy ha nem? Hát ugye egyrészt, amit már te is említettél, hogy ugye a stressz szintünket nagyszerűen tudjuk ezzel csökkenteni. Már itt beszéltünk ugye a barkácsolásról, meg a különböző tevékenységekről, de ne feledkezzünk meg a házi kedvenceinkről sem. Ugye egy kutyát is, vagy egy macskát is, vagy egy kis pihepuha hörcsögöt is néha megsimogatni, az is tök jó érzés lehet. Igen, hogy akár a ruhaviselésünk is, ugye, hogy az is teljesen eltérő, hogy kinek milyen anyagok esnek jól, akkor ugye az időjárási viszonyokat is, ahogy megtapasztaljuk, tehát hogy a bőrünk egy ilyen nagyon fontos információ átadó felületként működik, a magzati létünkbe együtt fejlődött az idegrendszerünkkel ugyanabból az anyagból, az ektodermából, és ezt úgy is szoktuk mondani, hogy ez így kétfelé ágazott el, kifelé a bőrünk fordult, befelé az idegrendszer, és így klasszul tudják egymásnak közvetíteni ezeket a kintről befelé jövő ingereket és fordítva. Ez milyen jó megfogalmazás, erre még sose gondoltam így, pedig igen, mennyire
ha belegondol az ember a működésébe, akkor meg. Igen, tehát akár a hőszabályozásba, akár csak abba, hogy akár egy gyerek hogy tanulja meg, hogy hol vannak a testhatárai, hogy mi az, ami már, ha már az érintésről beszélünk, hogy mi az, ami még komfortos, mi az, ami kellemes vagy kellemetlen ennek a beszabályozásában, a megtanulásában is nagy szerepe van a bőrünknek. Azt hiszem, ez a legnagyobb szerv, tehát hogy a bőr ugye az a legnagyobb. Igen, tele van rengeteg érzékelő receptorral, tehát hogy ez egy nagyon fontos ilyen érzékszerv. Tehát akkor igenis kell mindenki, ölelgesse a másikat. Igen, akinek jól esik, igen, csak arra érdemes figyelni, hogy a másik igényeit igen. vegyük figyelembe. Igen, mert van, aki igen, tehát ezt nem beszéltek, hogy van, aki viszont kifejezetten visszajog az érintéstől, és igen, nagyon meghatározott szűkör az, akit szeretném. Jó, hát megint egy olyan témába kezdtünk bele, amiről a nap végéig lehetne beszélgetni, de ennyi fért most bele, köszönjük szépen.